A február nem csak a farsang, hanem a báli szezon hónapja is. Ennek apropójából immár 7. alkalommal rendezett jótékonysági bált a Beteg Gyermekekért Alapítvány is. Az idén 10 esztendős fennállását ünneplő civil szervezet azzal a céllal alakult meg, hogy azokat a nehéz helyzetben lévő családokat segítse, ahol valamilyen betegséggel küzdő gyermeket nevelnek. Az idei bál bevételét is erre a nemes célra fordítják majd. Elsősorban a legfontosabb cél, hogy tudjuk a beteg gyerekeket támogatni, és azokat a rendezvényeket, amit majd nyáron, illetve majd télen fogunk megrendezni, azokat is tudjuk majd megszervezni nekik. Milyen a visszhangja egy ilyen rendezvénynek? Mennyire népszerű? Nagyon népszerű. Azért is rendezzük meg minden évben. És hát Romániából, Nyírbátorból, környező településekről is meglátogatnak bennünket minden évben. Milyen egy ilyen bál hangulata? Hogy érzitek magatokat egy ilyen alkalommal? Hát el kell jönni, és ki kell próbálni elsősorban, de nagyon jó a hangulat, és minden évben reggelig szoktunk maradni. Az idei bál elmaradhatatlan kelléke volt a jó hangulat és a zenés produkció, amely idén igazán meglepetés volt. Közel fél órán keresztül a népszerű Cosmix együttes zenélt a jelenlévőknek, s alapozta meg az est hangulatát. Az alapítvány életében azonban nem csak ez az egy program van, amit hagyományosan évről évre életre hívnak. Nyáron és évvégén is közös programra várják a családokat. Ebben az évben is szeretnénk megszervezni a családi napot. Minden nyáron a Nagykálói Nőszövetséggel együtt a Harangonon egy családi napot tartunk a beteg gyerekeket nevelő családok részére. Oda várjuk egy ebédre, és különböző programokra a beteg gyerekeket nevelő családokat. Nagyon sokan szoktak erre a programunkra érkezni, színes vetélkedőkkel, különböző műsorokat szervezve próbáljuk a családokat összekovácsolni, hogy lássák, hogy mennyi hasonló sorsú betegtársat nevelő család él Nagykálóban. A másik ilyen programunk a Mikulásnap, ahol szintén családokat várunk, és a Mikulás nem csak a Mikulásnapra, hanem karácsonyra is ajándékcsomaggal ajándékozza meg a beteg gyerekeket nevelő családokat. És itt szeretném megköszönni minden támogatónknak a támogatását és együttműködését, mert a támogatóink nélkül nem tudnánk ezeket a programokat megszervezni. Az egyik ilyen támogatónk a Nagykálói Önkormányzat. Minden évben segíti ezeknek a programoknak a megvalósulását, valamint az adó 1%-át felajánló személyek segítenek, és a bálunkon a támogatójegyekkel és a bálon való részvétellel segítik a résztvevők a munkánkat. Az est további részében idén is Kocsis Janika szolgáltatta a talpalávalót, a résztvevők pedig egészen hajnalig ropták a táncot. Az alapítvány vezetői azt mondják, sok a jó szándékú ember, így reménykednek benne, hogy idén is sok gyermeken tudnak majd segíteni.